Sziasztok srácok! A következő rendezvényünk nem máshol lesz, mint Nyíregyházán. Április 1-én normális VIP turnus. Viszont most mind a kettő nagyon kedvezményes lesz, ugyanis 500 és 1000 forintos akciók vannak, illetve a VIP turnusba egy vadonatúj zenét is be fogunk nektek mutatni, ami nem sikára meg ki fog menni YouTube-ra, de ezt még bizony senki nem hallotta. A normál vetítésen lesz egy gonosz zene visszatér, dedikálás és fotózkodás, a VIP-en pedig ugyanúgy lesz egy vetítés, koncert, kérdezfelek, dedikálás és fotózkodás. A leírás legfelsőjában meg tudjátok vásárolni a jegyet, siestek, nehogy lemaradjatok róla, és találkozunk Nyíregyházán! Na, hello mindenkinek, sziasztok srácok, Giant Dani vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóban. Sziasztok, elérkeztünk egy olyan kihíváshoz, ahol most mindenkinek Bernit kell megépítenie. Szóval srácok, mindenki készen áll? Ez a beszéd. Középre, jó? Szeretnék most kövek ellenni. Megyünk ide oldalra, gyerek, Lilti. Jó, én meg megyek ide egyedül. Jól van, sziasztok! És kezdődjön a videó! Viszont srácok, még miért belekezdeni, nagyon fontos, hogy létszésre mondod ki lájkot a videóra, és iratkoztok fel minden egyes feliratkozó közül. Egy valakivel egy hónapban fogunk egy közös videót csinálni, szóval iratkozzatok, hogyha bennak azt lenne a videóban, és nyomj lájkot, ugyanis ez a paci nagyon szeretné, hogy lájkot nyomjál. Ha nem nyomsz lájkot, akkor most... Sajnálom, paci, nem nyomj meg azt a lájkot. Muszáj lesz, sajnálom. De jó, nem, sokan nyomtátok. Ne! Srácok, építjük meg Barry-t. Látjátok itt most jobb oldalt, Barry's Prison. Szóval, kéne egy ilyen csávót építeni, aki rendőr. Hát ez jó, ez nagyon benni fog. Ahogy látom, kicsikét súlyosabb. Kéne neki egy lábat csinálni. Igen, hát általában a legtöbb embernek van lába, bármilyen meglepő. Jó, csináljunk egy lábat, jó, és csináljunk neki egy hasat. Vagy nem tudom, csináljunk valami hasat. Hogy néz ki egy has? Lila? Nem, ilyen bőrszín kéne. Hol van bőrszín? Mit csinálj egy bőrszínű blokk? Ez jó lesz, oké. Okay. Ez itt valamilyen szinten bőrszínű. Na, pakoljuk ezzel itt végig. Itt is van. Nő is szépen a kicsi Barry-nk, mondjuk annyira nem kicsi, de nem számít. Na. Barry itt lesz. Itt lesz így a hasa. Így is van. Oké, nagyon jó. Kell majd neki menő rendőrvel csinálni. Hát tudjátok jól, hogy bízatok csak rám, mert én mindent megcsinálok. Itt fog menni szépen így felfele. Oké. Itt így jöjjön még így ki a hasa. Jobban egy kicsit. Jó, oké. Mondjuk azt, hogy reális. Oké. Mondjuk azt, hogy ez így nagyjából reális. Nem lesz most ilyen 3D-s meg ilyenek, csak így nagyjából így a látszat látszódjon meg. Na, itt lesz így a feje. Jó, lesz még rajta majd egy rendőrsapka, de azt, hogy később megcsináljuk. Sötét, ilyen cuccból legyen mondjuk így a sapkája. Jó, kicsikét halványabb sötétből legyen így a feje, vagy az ilyen sapka többi része. Jó, amúgy annyira nem rossz. Jó, hát túlzásba estem, ez nagyon rossz. Akkor úgy néz ki, hogy egyedül lettem. Nem, mert itt van mellettem Paci. Szia Szabi, remélem jól vagy. Nézd a seggem. Na jó, nézzük akkor. Első körben akkor azt láttam, hogy valami kékes dolgot kell csinálni. Nem tudom, hát legyen ilyen sötét kék, meg így. Jó lesz. Hogy néz ki az a csávó? Elméletileg így, akkor ez lesz itt a cipője. Így, de meg ide így. Így. Szerintem ez így teljesen jó. Így, és akkor itt fogja. Így. Fajtok, nem ott egy volt. Akkor ide is egy kell. Így, és akkor még ide a fejét. Hát tudom, hogy mekkora legyen a feje. Ekkora legyen a feje. Nem így néz ki. Hát ez eddig nagyon ronda. Nagyon csúnya. Miért van olyan feje, mint csúnya csápnak? Látjátok, hogy csak én látom ki belőle? Szerintem így fog maradni. Hát ez gyönyörű. Ide teszek neki egy szájat, meg egy szem, meg ide kéne még egy szem. És akkor itt meg ez a haja. Hát akkor nem kell. Abraham Lincoln. Hello. Nem. Hát ez eddig nagyon csúnya. Nem már. Most így ezt fogom beadni a többiekhez. Hogy néz ki? Biztos a többiek is sokkal jobban néz ki, mint az enyém. Nagyon ronda. Hajtok, tegyek rá nadrágot. Jó, teszünk rá ide egy nadrágot. Nem az úgy nagyon... Nagyon rosszul néz neki. Így. Ez már nem ez van a testre. Hát... Szerintem én nem értelmeztem jól a feladatot, nem mindegy, itt kell bejönni akkor, és erre fogunk elindulni. Erre fog elindulni. Úristen. Jó. Erre itt eljön a pálya. Szia Szabi, ismét itt vagyok. Most ne zavarj. Fel kéne akkor erre majd ugrálni, így. Hát
itt kezdjük az elején ilyen nagyon egyszerű. Haj, de, de nehéz lesz ezt végig csinálni. Jó, akkor ismételten ennyi. Megint egy ekkora ugrás. Amúgy az a legjobb, hogy ilyen ugrásoknál egy ugrást is nagyon könnyen el lehet rontani. Egytok, nézzük meg, hogy így hogy lehet végigvinni. Egy, kettő, három, négy. Ki lehet vinni? Vagy csak én vagyok túl pro. Ho-ho. Aha. Tovább egyenesen. Továbbiakban ilyen lesz. Itt már duplázzuk. Itt egyszer ilyen. Ez így azért elég jó. Kicsit kanyarodik. Erre. Ide fog jönni még egy. Úgy. Így. Innen jön vita. Úgy. Még egy kicsit odébb. Ide. Itt meg is van az a kettes. Így. Slime. Ezt tud élik ide. Ez mit csinál ez a slime? Van ilyen kék színű? Tudom annyira durva. Milyen slime-ok vannak még? Mondjuk ez a piros? Vagy ez? Ez mit csinál? Oh! Ez rossz! Oké, okay. Jó, ez jó, van egy ötletem, van egy nagyon jó ötletem. Itt ezen végig fogom vinni, és elválasztani, nem, megvan, elsőnek is erre fognak ráugrani. Azt fogják hinni, hogy ez így jó, és így jön, ráugrik, így. Ez nem ad akkora löketet, mint amit én akarok. Miért nem adsz akkora löketet, amit én akarok? Jó, ott volt nálam a slime. Na mindegy. Akkor így. Ah, jó lesz ez. Oké. Okay. Ezzel így ráugranak. Tovább mennének. De nem fognak, mert egyet ugranak. Húha. Ez jó lesz. Ez nagyon jó lesz. Ráugrik. Nekifut. Jön a következő, ami ide fog. Ide kéne egy érkezzen kb. És ha erre ráugrik, akkor ez fellövi a magasba. Nagyon durván. Hogy kéne tenni? Kb. Hát jó nagyra. Jó nagyra tesszük ekkorára. Vagy arra. És akkor ide teszünk még egy ilyen csalit, hogy mondjuk ide kell érkezni. Hogy ide kellene érkezni erre. Tehát ez lehetetlen lesz, hogy ebbe beleérkezzenek. Vagy mert meg lehet próbálni igazából. Úgy teszem, mintha ide föl lehetne ugrani. De ide nem lehet majd felugrani, hanem itt fog lenni egy ilyen körszerű, amiben víz lesz ott lent, és abba kell beleérkezni. És ha ezt valaki megcsinálja, akkor az nagyon profi. Bár szerintem senki nem fogja, mert még nekem se sikerülne. Így, ezt itt meg szépen akkor így ilyennel megemeljük. Jó, jó, ez így. És akkor innen, ha így felugranak, az fellövi őket ugye nagyon magasba, és akkor így kéne beleérkezni. Ha ezt valaki aki meg tudja csinálni, akkor nagyon prof... Ó, nem már. Jó, akkor megemeljük még egyel a vízszintet, mert csak úgy lehet kiúszni a széléhez. És akkor ide feljön, ide pedig leteszünk egy ilyet, hogy ráérkezhet. Itt van a vége ennek az egész pályának. Bár lehetetlennek tartom, hogy valaki ideig eljusson. Akkor ide kéne tenni egy ilyen ládát, mondjuk kesztet, amiben... Mi legyen benne? Van ilyen? Jó. Ez lesz benne. Meg lesz benne egy, legyen simán pisztoly. Lesz benne simán egy pisztoly, ami ilyen. És akkor ennyi igazából. Jó lesz ez. Jó, kíváncsi ezek a többiek mit csináltak. Szerintem a miénk lett a legprofibb. Kell nekünk gyapjú, mert szerintem abba kellene megépíteni. Na várjál, ja. Vagy mondjuk fekete az alja. Várjál, nekem már van egy ötletem, figyeld, így építsük a lábát, várj egy nagyjából. Gyere segíts, csak így tükrözd le az enyémet, mondjuk így. Így, és mondjuk így ideépítsünk neki egy ilyen jó nagy hasat. Várjál, így, de azért az is jó nagy, szóval az is még mehet oldalra. És ennek az oldalára kell majd szerintem a, hogy hívják a pardört, nem? Az így menő nézhet ki. Nem, hát konkrétan így majd, jó mindegy, majd megmutatom mindjárt, hogy hogyan értem. Na várjál, egy ideig csináljuk így, aztán mehet így ebből a fajta kékből, így átmenet hirtelen. És lassan összemehet így a teteje, már lassan jöhet a feje. Na várjál, így, és... Aha, és így a feje várja, ezt meg várja, csináljuk már meg valamilyen jobban, nem tudom, hogy mondjuk ebből lesz a feje. És ilyen fejet csináljunk neki, várja, így, figyeld, nem kell neki, figyeld, így, jó, és várja, mindjárt tudom, hogy hogyan értettem a jumpot, na várja, kellene nekem ilyen feje, azokon lehet majd ugrálni, azért az menő. Nézd, így elindulsz, hogy hoppá, ott várja, erről átugrasz arra, vagy az várja, ez lehet, így. Aha, és... Ott mondjuk, várjál, ezt el lehet ugrani? Vagy várjál, így az biztos, így biztos meg lehet ugrani, így, hoppá, és így, és ott végig. Szerintem azt meg lehet, na várjál, hoppá, aha, jó, oké, ezt meg lehet, így, de várjál, ja, és akkor várjál, így, és itt pedig így, nem tudom, ugrálgatni kell majd így össze-vissza, így, négy, kezdet nem csináltunk neki. Csináljunk sötét kékből, na várjál, most nem tudom, mit csinálok neki egy ennyit, várjál, csinálok bele, pisztolyt, várjál, az miből van, az fémből van, hol van a vas, itt lesz egy pisztoly a kezébe, így, né, na várjatok, és várjál, nem így, és akkor itt lesz a ravasz, ez mi? De nem erre lő ki, nem, erre van, várjál, ja, de én azt mindjárt megcsinálom, várjál, még gomb, meg kell egy ilyen tárkiadó, az is hitom, jó, oké. Okay. De valamilyen kvízt csinálni, csak akkor mehetsz tovább, hogyha jó ötletet találsz el. Jó, oké, várjál, ezt csináld meg, én meg akkor, na várjál,
megcsinálom azt. Egy ilyen önfelrobbantó rendszer szerintem mindenképpen jól jön, nem? Na várj, a fejének kellene felrobbannia, így. Akkor megcsinálom ilyen 3D-sre a fejét, és megtöltöm TNT-vel. Így, és... Bam, így. És aki megnyomja azokat a gombokat, az ennyi volt. Na várj, így. Tadám, így. Várj, megvan a quiz. Hát igen, már csak a kérdések kéne beírni oda neked. De várj, hát de mi legyen a kérdés, én nem tudom. Várj, addig megcsinálom a rossz választ, az, hogy legyen az esés. Na várj, hogy itt így egyenesen kék üvegből. Na ezt figyeld. Így, né. Egészen a földre, és itt meg meghal a foldem is, től úgy is. Jó, hát lehet, egy 7 kérdéses. De, Kettő? Hát hogy jelent az, hogy 2 kérdéses? Hát, hogy nem még egy 10. 2, dupla. Hát is tudsz ennyi kérdést? Én nem tudok. Jó, akkor legyen csak egy. Nekem egyre sincs ötletem, na várj, ez, és ez a jó. Ez a jó válasz. Jó, csak az eljön itt tovább a kezére. Várjál, hogy így lehetséges legyen. Szerintem az így jó lesz, apa. Jó, és akkor innen meg nem tudom. Legyen az a kérdés, hogy Team Kis vagy Team Dani? Hát, de Team Kis. Oké, de lehet ez a kérdés. Na, de várjál, kellene ide még egy ilyen eltakaró blokk, várjál. Hát ilyen, várjál, így, meg így. Tadám. És akkor most írod az a kérdés. Vagy várjál így, jó? Ilyen részed, én csinálom itt tovább itt a ugrálgatást. Team Kis vagy Team Dani? Kérdőjel. Team Kis, Team Dani. Készen is van. Na, de még csinálsz valamit? Hát ide, hogy is fel kell jutni ide fel. Hát így nem lehet feljutni, nem érted? Miért? Hát hogy? Ezt nem lehet így megugrani. Nem tudod ezt megugrani? Hát itt a szélen ezt egy kicsit elnéztem. Ezt! Ja. Ezt nem lehet. Így. Így. Így már jó, apa. Így. Picirök, és nem tudok meg ekkor se ugorni. De várjál. Így. És akkor most már tökéletes. Jó, oké, akkor ennyi elég volt. Meg is van a vonatunk, nagyon menni. Teszeljük nagyon gyorsan. Gyerünk! Ez az! Gyerünk! Menjünk fel Barry fejére! Működik, működik, megcsináltuk! Jó, oké, nagyon király lett. Fel tudunk menni egészen a fejéig. Ez nagyon menő. Jó, gyors legyük vissza a kocsit, nehogy elfelejtsük. Jó, de szépen visszarakjuk, és a fejére csináljuk valami nagyon menő küldetést. Szóval srácok, meg is csináltuk, és hát ha ide feljönnek, lesz itt egy kérdés. Mit szeret Barry? Kist, húst, halat, vagy a zöldséget? Vajon mit szeret Barry? Hát, igazából, hogyha rosszat választanak, akkor nagyon rossz dolgok fognak történni, de ezt nem árulom el inkább. Majd meglátjátok azt, aki igazából szenvedni fog vele. Istenem! Na szóval, kezdődjön is a videó, és nézzük meg, hogy mit csináltak majd a többiek. Hát srácok, úgy tűnik, hogy egy kis extra, nem tudom, hogy ez kinek a pályája, és nem tudok kiépített ilyen szép Barryt. Na mindegy, menjünk nézzük meg, hogy vajon mi ez. Ez egy jump, úristen, ez életem legnehezebb jumpja. Igen, ezt így végvesszük, úristen, 360, igen, ez egy V, úristen, ez ilyen színes slime, Jézusom, segítség, majdnem mellé estem. Ezt láttátok? Az fél blokkon múlt! Hol vagyok? Jó, végigvittem, és ott annyi reményem. Mi van benne? Ne! Jó, oké, nem ugrunk, jó. Milyen slime ez? Ez nagyon menő. Ez kék slime. Egy blokkal ugrok magasabbat. Wow! És kaptam egy zombi rendőrt. Zombi rendőr! Szia! Jóna! Jó, meghalt. Hát ez nagyon jó nyeremény volt, tényleg. És kaptam egy csizmát, ami kicsit el van törve. Na jó, én inkább azt mondom, hogy megyek ugrálni. Nagyon menő! Viszont srácok, ennek a videónak ennyi lett volna. Nagyon remélem, hogy tetszett. És hogy igen, akkor nyomd gládással szok fel. És találkozunk a következő Noob vs. Pro kihívásban. Ott vannak kisék. Mit csinálnak? Sziasztok!